Szeretettel vagytok köszöntve mindannyian. Örülök, hogy olyanok is itt vannak, akik mindenek, főleg a marcadiak. Úgyhogy köszönjük a lányoknak, hogy elvállaltátok ezt a kis koncertet. Mert ők ilyen zeneművész jelöltek, ugye, mert a Pécsi Zene Gimnázium első éves hallgatói, ugye mind a ketten hegedű szakon, a Fehér Barbara, és a Bán Gyöngyi Beáta, te vagy, úgyhogy mit fogtok játszani, azt rátok bízom, és azt konferáljátok, jó? A katonáinak kell fogunk köszönni Bartók túlból. Most vettem először a kezembe, pont 3 perccel ezelőtt ezt az új könyvét, és engedjétek meg, hogy találtam egy, mindjárt az első oldalon egy verset, ezt hadd mondjam el nektek, mielőtt Tibor bemutatnám. Szedő Tibor a költészet oltáránál. Mennykapuját döngetik szavaim, gondolat zápora az elmémben, szelid vad érzések harca a lelkem csataterén. Vesztes igém, mint fejét vesztő búza kalász hull a földre. Nem halljátok a hangom? Vershimnuszom felcsendül a csendben, betűkből összegyűrt szóring az ajkam láncán. Könyv szivárog a szememből, sós öröm és a fájdalom vegyülete. Szavaim felszántják az eget, költemény zöld hajtása előbújik. Tavaszok, nyarak, őszök és telek színei zenélnek a lelkem hangszerén. Nemes gondolatokat a szívem megénekli. Kérdések és válaszok hömpölyögnek a fejemben. Ha szeretem az életet, akkor minden egyes nap ajándék számomra. Mindenki lelkében rejtőzik egy csodás ékszer doboz. Ezt pont most olvastam el először, és annyira találónak éreztem ebben a Tibornak ebben az új könyvében, hogy engedjék meg, hogy bemutassak egy csodálatos embert, aki Budapesten született, és most először jár a vidékünkön, 43 éves múlt, és még szakács a szakmája, őt más
oldaláról ismerjük. Tudnélik, 2000-ben történt valami az életében, ami mérföldkő volt, és megváltoztatta az egész életét. Paralimpikon aranyérmet nyert, egyéniben harmadikat, bronzérmet nyert a Sydney olimpián, és ez az aranyérem oly módon változtatta meg az életét, hogy utána kinyílt gyakorlatilag, és sok másra is inspirálta őt. Ide könyvét jött bemutatni, és nem én fogok többet beszélni, hanem csak kérdezem őt. Mindenek előtt fogadják sok-sok szeretettel Szedő Tibort, a 43 éves költőt, írót, aki mesekönyveket, CD-ket, 7 önálló hangos CD-je van, a Kláris újság és az Alkotó újságban évek óta publikál. Én személy szerint a Krúdi irodalmi körben ismertem őt meg, és nagyon boldog vagyok, mert ő volt az első arc, amikor az Ilába kiállítottam, ő volt az első arc a körülbelül 50-60 emberből, aki mindig mosolygott. Aki kedvesen mosolygott és biztatott arra, hogy jók ezek a dolgok, amik itt történnek. Fogadják sok szeretettel Szedő Tibort. Tibor! Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy a körünkben vagy, és igaziból, bár a legújabb kötetedből mondtam én egy verset el, de amiért itt vagyunk, az főleg, ami a szívedhez is túl közel áll, gondolom, az a lélekbogáncs. Mesélj nekem először arról, hogy mielőtt ez a lélekbogáncs, benne van a címében, ugye érzik, mielőtt ez a lélekbogáncs megszületett, mesélj nekem valamit azokról az előkészületekről, amik történtek veled az ezt megelőző 15-17 évben. Mesélj nekem arról, hogy 2000 hogy változtatta meg az életedet. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Működik? Igen. Te mondtad ezt? Tökéletesen, csak közel kell tartani, és itt egy szinten. 2000-ben kim voltam Sydney-ben a 13. paralimpiai játékokon, és 4x50 vegyes váltóban aranyérmet nyertünk, és valóban 50 pillangóban harmadik lettem az elődöntőben paralimpiai csúcsa, és a 4x50 vegyes váltóról még annyit kell tudni, hogy mi voltunk a címvédő, szóval világcsúcs tartók, és sikerült ezt ebből lefaradnunk, és nem tudtak minket letaszítani a trónról. Ezt nagyon szépen mondtad, és gratulálunk neki, mert tényleg fantasztikus eredményt értek el akkor a paralimpián. Mikor kezdtél sportolni? Öt évesen vitt el anyukám. Gyakorlatilag a BVSC úszodában, én budapesti lakos vagyok, ezt már az Erzsike elmondta, mert elég hiperaktív gyerek voltam, és valamivel le kellett, hogy kösse az energiámat, mert ő is gyakorlatilag úszó volt, csak ő hátúszó, én meg pillangó, meg gyors úszó is voltam mellesleg a váltó miatt, arra is edzettek, úgyhogy ezért jött ez az ötlet, hogy esetleg én is tanuljak meg úszni, de akkor még nem volt semmi. Nem lehetett tudni, hogy esetleg később, 15 évvel később ott lehetek a világ tetején. Csodálatos, és gratulálunk. Látom, elérzékenyültél, nem véletlen a lelkedből beszélsz. Voltak-e segítőid a sportban, mielőtt elérted ezt az eredményt, és kik? Nagy Károly tanított meg ott a BVSC-ben úszni. Ő tulajdonképpen vízilabdázó volt még annó, de úszóedzőként is tevékenykedett. És nála kezdtem el, aztán később az általános iskolában volt két tesi tanára, Budó Antal és Morvai Ágnes, sajnos Bodó Antal már nem él. Ő volt nekünk a tesi tanárunk 7.-8., mert akkor úgy volt, hogy külön a lányok, külön a fiúk. És akkor gyakorlatilag már akkor is mentünk ilyen iskolai, meg országon belüli kis iskolai versenyekre, és egy halomérmet nyertem már akkor is.
különböző versenyszámokban. Még akkor úgy a pillangó nem... Szóval az, talán még akkor nem is tudtam úgy pillangózni, ahogy kell. Az később jött még a... Ugye a versenysportot mondhatjuk úgy, hogy későn kezdtem el, mert 16 évesen, és 24 évesen hagytam abba. És ő Mentes Éva volt az edzőm, aki... Akinek sok mindent köszönhetsz. Milyen érzés volt, Tibor, amikor felhúzták Sydneybe a magyar zászlót, és ott álltatok a dobogó legfelső fokán? Hogy ünnepeltétek meg? Mit éreztél akkor? Vissza tudjuk lapozni? Hát kimondhatatlanul jó érzés volt ott a himnuszt elszavalni, és ott könyvbe lábadt a szemem akkor is. Hogy ünnepeltétek meg? Volt valami utána? Mert azért nem minden nap olimpikon aranyérmes az ember. Azt hiszem úgy Pestő volt meg, amikor mentünk este a vacsorára, akkor úgy csak úgy buliból fölvettem mind a négy aranyérmet, és mindenki szakadt a nevetéstől, úgyhogy... De azért büszke voltál, és akkor odagadta mellett, igaz? Igen. Azt szokták mondani a kiváló sportolókról, hogy neki könnyű, hisz ő is elmondta az előbb, jó genetikával születik, igaz? Könnyű volt neked? Nem volt, mert alacsony vagyok, úszó. Tehát úszónak ilyen 2 méter, meg 1,90 valamennyi, és én vagyok 1,68. Szóval az edzőm Mentes Éva szerint is, és utólag így vissza gondolva, nem értette azt, hogy tudok ilyen eredményeket elérni, amikor mindenki ilyen másfél-két fejjel magasabb volt nálam, és mégis lenyomtam őket. Ez egy csodálatos dolog. Figyelj, beszéltünk az olimpiáról, az előkészületeket hogy érted meg? Ilyenkor mindig az van, hogy küzdünk, és nagyon keményen. Te ezt hogy érted meg? Nem ment a tanulás rovására? Hát... Végülis, akkor én már nem tanultam végülis, csak, hanem szakácsként dolgoztam, ugye, itt most 2000 előttről beszélünk. Uh-huh. Ugye 99-ben ott Braunschweigbe Európa bajnok lettem 50 pillangóban, meg elvettük, akkor vettük el az angoloktól a 4x50 vegyes váltó világcsúcsát, úgyhogy voltak ilyen kvalifikációs versenyek mindig egy olimpiára. Nem lehet csak úgy kiúzni meg más sportban is, és egyéb tevékenységekben sem. Hát az olimpiai felkészülés az gyakorlatilag egy évig csak az. Tehát heti 10 edzés, csak hétvégén pirántunk. A végén már utáltuk az egészet. Atyavilág! Hát erre akartam rá kérdezni igazából, hogy milyen munkát fektettetek abba bele, hogy ezt a csúcsot elérjétek. Oké, kire nézel fel? Van-e példaképet, Tibor? Hát úgy, Cene Attila, meg Egerszegi Krisztina. Ő gyakorlatilag egyszer volt alkalmam egy ilyen kis versenyen együtt úszni Cene Attilával, és jó, hát persze hagyta magát itt 200 vegyesen, de nem sokkal előbb ér be, de azért pillangón eléggé elhúztam. A többi sporttal hogy állsz? Hát végülis nem. Ugye jártunk konditerembe is ugye felkészülésénél, de mondjuk a 2004-ben abba hagytam a versenyszerű sportot, és azóta úgy lejárok heti egyszer úszni, ahogy úgy tehetem. De más sportot nem űzök. Uh-huh. Amikor kint voltatok az olimpián, a hazaszereteted, amit majd mindjárt rátérünk a költeményeidre, a hazaszereteted az hogy nyilvánult meg? Mit éreztél akkor? Tehát konkrétan, mint magyar, mint hazaszerető magyar, Sydneyben.
ez egy elég nehéz kérdés, de gyakorlatilag lepergett előttem úgy minden, és örültem annak, hogy magyar vagyok. Aha, igaziból én ezt szerettem volna hallani, mert ennél csodálatosabb érzés nincs, mint amikor a szép piros-fehér-zöld zászlót felhúzzák, és minden szem rajtatok van, és téged ünnepel a világ. Én nem tudom, milyen ez az érzés, de azt tudom, hogy milyen a hazaszeretet. Nem is lehet ezt így elmondani, szerintem. A versenyszerű... Ott kell lenni. Nem lehet róla beszélni. A versenyszellem az működött benned? Tehát ott akkor, hiszen másképp persze nem tudtál volna nyerni, de mit gondolsz? Mennyire fontos a hajrá a versenyszelleme sportolóban? Hát ugye 50 pillanatból az egy sprint számot, jól el kell kapni a rajtot, és ott végig is ott nem lehet nagyon taktikázni, ott végig kell nyomni, és ugye a benyúlás, és ugye nem egyszer volt, nem egyszer a benyúlásomon múlt, hogy érmes legyek 50 pillangón többek között Braunschweigbe is, mert ott kicsit beragadtam, de még így is meg tudtam nyerni. Valószínű, hogy jobb időt húztam volna akkor, ha nem ragadok be. Amikor megízlelted a győzelem ízét, mit tudtál kezdeni a sikerrel? Fontos volt-e a későbbi életedben valamilyen módon inspirálta bármire, hogy most írjuss a következő olimpiára, vagy mit kezdtél vele a népszerűségeddel? Hát nehezen viselem most is a sikert úgy, és sokszor tehernek számomra, de azt szokták mondani, hogy egyszerűen is föl kell nyúlni. Egyéniben mi a legnagyobb dolog, amire büszke vagy? Mert itt hallottuk már a Schwerer-et, hallottuk a pillangót, hallottuk a négy aranyérmet. Melyikre vagy a legbüszkébb? Az 50 pillangó Sydney-ben, már ott ráadásul elődöntőbe, csak negyedik idővel jutottam be a döntőbe, és az úgy, nem tudom, hogy értem meg akkor, de biztos nehéz volt, hogy itt tudatosult bennem, hogy valakit le kell, hogy nyomjak ahhoz, hogy érmet kapjak. Igen, érzem rajtad, hogy elérzékenyülsz, egy kicsit vidámon. A tegnap miatt még bennem van, majd szóba kerül. Igen, mindjárt szóba kerül, mert érünk a sportra. Az más történet. Jó, közösségi embernek érzed magad? Szerintem jó csapatjátékos vagyok, de sokszor úgy érzem, hogy én jó színfalak mögött szeretek tevékenykedni, szóval én nem szeretek vagy legalábbis nehezen viselem ugye a reflektorfényt. Megbecsültek és megbecsülnek a tanáraid, a mestereid? Nem volt semmi negatív érzés? Tanáraim, ahova jártam általánosba, a Sydney után meghívtak, és tartottam egy ilyen élményben beszámolót, és elvittem a két érmet is, és ugye az állami kitüntetést is, ami ezek után jött Mádő Ferenctől, a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjét kaptam meg tőle. Amihez nagyon sok szeretettel gratulálunk, mert igen, rendelkezik a titkot. Ez egy csodálatos dolog. Az olimpia megnyerése után érezted azt, hogy a szellem az, ami vezényel, és valamilyen módon, mert akkor most rátérnénk a költészetedre, hisz abban is egy brilliáns király vagy, és abban is aranyérmeket, ezüstérmeket, kitüntetéseket, érdemeket szerzel folyamatosan, és akkor ez lenne most a rövid beszélgetésünk második része. Ha gondolod, kezdhetsz esetleg egy általad nagyon szeretett verssel, mielőtt elmondod, hogy mi inspirált téged arra, hogy az olimpikon bajnokból rimbe faragjál. Hát végül is nekem úgy az írás az régebbre nyúlik, még 94-95-ben, és ott 2000-ről beszéltünk eddig. Akkor kezdtem el úgy
elkezdeni írogatni, meg ringbe szedni a gondolataimat. De akkor írtam a Ballagásra egy verset, de nem gondoltam azt, hogy esetleg én még 2014-től kezdtem el úgy jobban azon gondolkozni, hogy ki tudjak bontakozni, mint költő. Hát addig a köztes időszakban ugye amikor az olimpia volt, meg a versenyzés, akkor nem igazán írogattam, csak ilyen alkalmi verseket így esküvőre, vagy különböző apropóból. Tehát azt elmondhatjuk végül is Tiborról, hogy egy sikeres sportolóból egy sikeres költővé vált. És egy érdekes dolgot kérdezett tőle, ezt nem beszéltük meg, szerinted ki a jó sportoló? Szerintem ez összefügg, hogy ki a jó költő. Valószínű, hogy alázat, esetleg tanulni a bölcsebbektől, és meg is fogadni a tanácsokat és a kritikát is. Ugye, mert a kudarcokból, ami nem biztos, hogy kudarc, csak mindenki máshogy éli meg. Valakinek az is kudarca, mondjuk harmadik lesz egy versenyen, de mondjuk 2 évvel ezelőtt meg ő volt a címvédő. Valószínű, hogy kudarc, de ugye át kellett programoznom az agyam, amikor elkezdtem írni, mert próbáltam ugye arra appellálni, hogy versenysport, de az ott az idővel versenyeztem, ez meg teljesen szubjektív, itt nem tudok. Itt lehet, hogy 10 emberből, lehet, hogy 1 embernek tetszik a verseny, és nem leszek sehol. De ugye, ha 50 pillanatból elindultam, akkor ilyen nagyobb versenyeken mindig valamilyen érem összejött. Köszönjük, hogy ezt elmondtad, mert azért tényleg fontos, mivel hogy az ő legfőbb könyvének, legalábbis én őt ismerem, az a címe, és ez ennek a interjúnak is a címe, hogy a lélek bogáncs. Az eddigi beszélgetésekből is ez ugye már kiderült, hogy nem véletlen boncolgatjuk ezt, és hogy egy remek sportolóból egy 6 évvel ezelőtt intenzíven írni kezdő remek író lett, és már előtte, ami nagyon-nagyon fontos, antológiai jelentek meg, és úgy, ahogy említettem volt az elején, publikálja a Kláris és a tudományos folyóiratokat, ez nagyon-nagyon fontos. Megjelentek zenés CD-i, és 2017, mit mond neked az írásait folytán? 2017. Ja, írtam egy ilyen kis mesét, ami spirálfüzetben jelent meg, de visszamegyek kicsit, de 15 évesen írtam egy kis novellát is még. Meg 2020 novemberében megjelent a Kotóca Katica című mesés CD-m zenei aláfestésen, amikor itt van most pár darab. Majd valakit esetleg érdekel. Olyan nagyon sok érdeme van Tibornak, megmondom őszintén, hogy hát muszáj volt felírnom, miután úgy voltam vele, hogy ő hát ha nem nagyon érzik azt az alázatot, ami benne van. Ezt a novellának az volt a címe, hogy az erdő állatai. Tehát eleve maga a címe is egy olyan csodálatos, hogy tudhatjuk, hogy gyermekeknek szól. Aztán 2017-ben írt egy mesét, aminek a címe Delfin Pali. Úgy van, Delfin Pali, és Tárca Zoltán a Szép zátonyom címmel egy megzenésítette az egyik versemet. Így igen. Van, ami megjelent, és sikeresen sok el is fogyott belőle. Ez egy csodálatos dal, és arra törekszik Tibor, hogy nyomot hagyjon az olvasói lelkében. Tehát amikor én beszélgettem vele, akkor olyan szavakat mondott, amiket így mástól nem mindig szoktam hallani. Tehát ő nagyon fontosnak érzi azt, hogy a lelkére hasonl igaziból az embereknek, és nyomot hagyjon bennük.
Tibor, mesélnél nekem arról, hogy ebből a kötetből melyik a te kedvenced? És légy szíves, olvassál is fel nekünk belőle, abból, ami a kedvenced ebből a Lélekbogár című kötetből. A címadó vers, azt úgy érzem, hogy különleges, és Lélekbogáncs, ugye ez egy, sokak szerint ez nem igazán összeillő dolog, de elmagyarázom, hogy úgy én ezt hogy gondolom, és utána a verset is meghallják, és így meg fogják érteni. A Lélekbogáncs, a bogáncs azt magáról valaki lerázná, mert ragadós, és nem igazán szeretik, de viszont én ezt úgy gondoltam, hogy a bogáncs az, tehát a vonza az embereknek a tekintetét a verseim felé, és egyszerűen beleragadnak. Körülbelül így írnám körbe ezt a címet. Fogadják sok szeretettel. Lélekbogáncs. Megragad bennem a szó. Szórós betűk, simogató szavakká szelidülnek. Lélekölelés tapad a szívhez. Elme az ajakra, gondolatot vés. Tolvaj szarka az érzelem. Csendem mélyről előbudjan. Bebugyolált lelkem. Körmöl az alkotó kéz, olvasó szeme sorok közt vágtat, mint szilaj pariba. Kifordul magából az idő, felfűzött percek gyöngy sora, tekintet for a költeményre, mint szívhez a lélekbogáncs. Szétfolyik bennem a színes fantázián festékje, tenyerem alatt magányom a támaszték, vágyam tükrébe olvad, képmásom. Köszönjük szépen! Én nekem nagyon köszönöm. És amikor megírta Tibor ezt a kötetet, amit én kiemelnék az ő művészetében, az az, hogy miközben eléggé hektikusan éreztem, hogy elolvasgattam a verseit, nagyon sok szerelmes verset írt, tele van érzelemmel, és amikor próbál tájleírót, versszakokról írni, de inkább a lírai költeményekkel van tele a Lélekbogár című kötete, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Én azt láttam, hogy egy akkora lélek lakozik a Tiborban, mint kevés költőben. Mindannyian papírra vetjük a gondolatainkat, de ő a lelkéből ír. És az valahogy egy kicsit másképp hangzik. Ha azt mondom neked, hogy arról beszéltünk, hogy rendelkezel a Magyar Érdemlend roma keresztjével, és sportnívódíjjal is. Hadd kérdezzek tőled valamit. Amikor a sport csillagok közé levésték a nevedet, hányban is volt? A sport csillagok gála estje? Uh-huh. 99-ben, 2000-ben megnyertük, mint váltó, és, uh-huh. és 2001-ben harmadikok lettünk, de az egész egészséges úszók, illetve sportolók között. Tehát az nem a paralimpikonon volt? Nem, ez együtt volt. Hanem együtt volt az egészséges úszókkal, és ez azért nagyon fontos, mert ott is ezüstérmesek lettek. Tehát ez egy csodálatos dolog volt, amikor ismeritek, hogy nem egyforma eséllyel indulunk, de mégis dobogósak leszünk, mert a teljesítményünk annyira jó, ez egy csodálatos érzés. Ha azt mondom neked, hogy 2017, akkor mire vagy büszke? 2017-ben a parlament mögött az olimpiai parkban volt egy avatás a 4x50 vegyes váltó kapcsán. Kőbe vésték a nevünket is, és felavatták.
Köszönöm, hogy elmondtad. Beszéltünk arról, hogy én a Tibort a Cserhát művészkör és a Kródi irodalmi kör révén ismertem meg. Ez a két művészkör összefonódik teljesen, tehát annyira szimbiózisban élnek. Tiborról annyit kell még tudnunk, hogy ő a Bacsányi Cserhát művészkör megújulás című pályázatán költői nívódíjban is részesült. Számtalan kitüntetése van. Rengeteg díjat kapott. Megmondom őszintén, én ezt mindegy oldalon felsoroltam. Én azt gondolom, hogy az, hogy ő személyesen eljött, és itt van, azzal nem tudnám, pont mondtam a Szöszinek, hogy én nem fogom az egészet, mert rengeteg. Tehát Bőti Aranytolla díjat kapott 2022-ben az értékek és érzéseknél, csak néhányat hadd ragadjak ki. 2023, és nekem mindig a legemlékezetesebb mostani pár hónappal ezelőtti, az is nagyon fontos, hiszen a jelenben vagyunk. A múltról beszéltünk, azt is, hogy inspirálta az arany az olimpiai utáni időszakát Tibornak, és igaziból ő körülbelül 6 éve ír újra intenzíven. Jól tudom? Igen, olyan bő 6 éve. Bő 6 éve, igen. És most, január 23-án mi is történt? Most? Január 28-án milyen díjat kaptál? Olyan sokat díjat kap, képzeljék el, hogy nézd rám, mert ezt nem beszéltük, mert ő nekem leírta az életében. Az Nyiba Bőti. Így van, Cserhát Bacsányi és a Kródi. Igen. Tehát nagyon fontos az, hogy 2023. január 28-án a Bőti pályázaton Bőti Nyiba örökségdíj aranyfokozatát kapta. Ebből egyet adnak, és ez egy óriási dolognak érzem ő. A szánypróbálgatók pályázaton, mert hogy Tibor mindenhova bepályáz, és mindig nyer. Tehát teljesen mindegy, hogy hova ír, valahol mindig nyer. Én emlékszem, hogy még én is itt az én ismerőseim körében a vasutas pályázaton, és ott is közönségdíjas lettél, ha jól emlékszem. Tavaly előtt igen, és a közönségdíjas lettem, és ahol az első háromba ott is azt is megnyertem. Mert két szekció volt, ugye. A közönségdíjban mindenki indulhat, az első háromba ott a legjobb ötöt ragadják, és azok szállhatnak harcba a dobogós helyért. Igen, és tavaly ősztel a Cserhát pályázatán pedig aranydíjban részesült. Az volt a címe, hogy megújulás. Erre hogy emlékszel? Oda gyakorlatilag három verset küldtem oda be, de mondta ugye a vezető, a Bornemisza Attila, hogy Lovag Bornemisza Attila, hogy ott küldtetek három verset, de csak egyet fognak elbírálni, és gyakorlatilag nem tudom, hogy melyikkel nyert. Kaptam ezt a nívódíjat, de örültem neki, mert ez majdnem a top. Tehát én nem is voltam még tag. Utána akkor novemberben, amikor ott voltam az őszi gálán, vagy a szeptemberben volt, akkor utána töltöttem ki ezt a jelentkezési lapot, és nekem az volt szimpatikus, hogy nem számított, hogy ki honnan van, és tag vagy nem tag, nem volt megkülönböztetés, hogy te most tag vagy te most esetleg csináltad egy verses kötetet. Több százezer éme vannak ilyen helyek, és már nem vagyok ott. És akkor ő biztos valamit nyer, az nem számít, hogy milyen silány a verse, vagy a prózája. Szóval én ezeket nem szeretem. Tibor, én jól érzem, hogy most is, a mai nap is, miközben azért több köteted megjelent, CD-t, gyermekeknek szóló, felnőtteknek szóló verseit, hogy most is gyakorlatilag küzdesz azzal, hogy ne legyen megkülönböztetés? Hát gyakorlatilag itt a Cserhátban éreztem azt, hogy a tehetségemet nézik. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ez így is van, és akkor most nem tudom, hogy meg alkalmas. Meg esetleg a Kródiba is.
a Krúdiban is elismernek, és elfogadják a múltamat is, a sport múltamat, de nem azért kapok, nem azért kaptam tegnap Krúdi Gyula ezüst emlékérmet, teljesen váratlan volt számomra, hanem azért, mert valószínűleg leraktam valamit az asztalra. Én köszönöm, mert biztos vagyok benne, hogy így van, és most is gratulálok neked a tegnapi Krúdi esthez, és megkérhetünk arra, hogy elolvasnál egy verset nekünk, amiről egész eddig beszélgettünk gyakorlatilag, egy rövid verset, de nagyon-nagyon szép. Jó, most mindegy, már jó, kiírtam már, vagy ez mindegy. Ahogy mondom. Az ajándék te vagy. Az ajándék te vagy. Öltöztesd ünneplőbe lelked, szeretett igazi kincs, benned van a fény, az ajándék te vagy, hossz szét mosolyod, boldogság kenyere el nem fogy, arcodon szétörlik a csend, az ajándék te vagy, kínáld lelked gyümölcsét, szemed tükrében hajna a karca, szív pajzsán a jó barát áthatol. Az ajándék te vagy, álmod színes szivárványa, test csomagolásán ölelés a masni, belőled a zene előtör. Ez csodálatos volt, Tibor, megint. És kérdezik, amikor leírja, hogy a test csomagolásán a masni. Tehát annyira szépen lélekből fogalmazza a verseit, de azért tudám ő mást is, és mivel minden nap egy-két verset ír, tehát azért meg 365 napja van, és én kísérem már régóta figyelemmel a Facebookon, minden nap egy vagy két verset feltesz. És nem tudom, hogy honnan jön ez a rengeteg inspiráció neki. Amikor esik, akkor arról ír, amikor süt a nap, akkor arról ír, és mindig valami ajándékot ad nekünk, hogy ne csak a saját örömét, bánatát vesse le rémekbe, hanem a világnak adjon valamit magából. Én kiválasztottam egy verset, megengedett, hogy felolvassam? Persze, köszönöm szépen. A címe nagyon egyszerű, mert lehet, hogy mindenki más-mást választott volna. Én egy 2021. március 22-én írott költeményét olvasnám el. Rövid, hogy minél jobban megismerjük a Tibor, de vannak nagyon hosszú költeményei. És ő tudta, hogy a víz napja van, képzeljék. Mindent tud. Annyira, akkora alázat van benne, hogy az a tudás, ami benne van, nem így. Face to face nem jön ki, de a költeményeiben leírja. És március 22-e a víz napja volt, és ő írt azon a napon nem egy verset, de ennek pont az a címe, hogy a víz. És ha valaki egyszer elolvassa, akkor mindent megtud a vízről, amit fontos tudni. Az ember 60%-át alkotja. Nincs nélküle élet a Földön. Halmazállapota folyékony. A múlt hordalékát sodorja. Kottatja az emlékek szikláit, szomjatoltó, átlátszó, szaktalan ital. Becsüljük meg minden cseppjét. Poszeidon Isten felkorbácsolja a tenger hullámait, s hiánya miatt Gaia Isten szája széle a szárasságtól kicseretesedik. Aiolosz Isten szeret tereli a tengereket, folyókat, óceánokat. Termőföldekre a viharistene Zeus potyogtatja édes könnyét. Vízért könyörödnek a fák, a bokrok nyáron. Létfontosságú elem.
Víz nélkül egyik élőlény sem bírja ki a létet. Ünnepeljük együtt a vízvilág napját. Köszönöm. Tibor, mi az, amiről szívesen beszélnél még, és én nem kérdeztem meg tőled a költészetet kapcsán, vagy az életed kapcsán. De úgy érzed, akkor kerek a te történeted, ha még ezt megtudjuk rólad. Miről beszélnél szívesen? Hát engem gyakorlatilag másfél évesen örökbe fogadtak, és szerintem ez egy szép dolog. De viszont sajnos a nevelő anyukám 21 éve eltávozott közülünk, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy verset. Angyal léted, angyal bőrben telnek napjaid, szélcibálja angyal ruhád. Megfáradt estek nehezednek a váladra, kipárnázott angyal ujjaid a mennyország virágának szirmát simogatják. Angyal léted gondtalan, harmadszoknya fedi a térdgött göröcskéid, égbolt szallagját tűzöd, hófehér hajadban. Kitűnsz a sok angyal közül, zöld szemed, mint éjben fénylő Szent János bogár. Anyaként öleled magadhoz a mindenséget, csillaglámpások megvilágítják sugárzó arcod. Köszönöm. Tibor, ha egyszer rengeteg időt kapnál, rengeteg időt, mit csinálnál szívesen? Per pillanat, vagy mondjuk 20-30 év múlva? Hát mondjuk így is veheted, hogy rengeteg időt, tehát magyarul halhatatlan lennél, és a célod eléréséért én azt látom, hogy sok mindent megteszel. Mihez fognál, ha most egy végtelen időd lenne? Esetleg létesítenék egy olyan intézményt, ahol segítek olyanoknak kibontakozni, akik tudnak írni, de csak a fiókba teszik, és nem mernek kiállni. Uh-huh. És megmutatni magukat. Inspirálnám őket az írásaimmal, és kihoznám belőlük a legjobbat, ami a lelkük bugyraiban lakozik. Ez egy csodálatos dolog, és nem tudom, én kérhetnék egy ilyet, hogy hoztál ugye a könyveidből, a gyerek CD-ből is. Beszélj most egy kicsit a gyerek CD-kről, jó? Mert ott van altató is, meg sok minden. Légy szíves, beszélj róla. Ez a ilyen próza meséknek hívom, ez ilyen 17-18-ban volt egy ilyen időszakom, amikor így írtam ilyen 20-25 ilyen próza mesét, főleg állatokról. És de ez utána ez úgy lecsengett, és ugye az Erzsike mondta, hogy van 7 hangos CD-m, és valahogy úgy gondoltam ilyen 2020 nyarán, ősze körül, hogy jó lenne összegyűjtenem, és esetleg legatyáboráznom egy 10 ilyen mesét, mert ugye azért 17-18-20 évesen már azért, illetve 2000,
20-ban már sok minden, tehát a 10 mesét, amit kiválasztottam, a 5-be bele nyúltam, azért már másképp gondoltam. Uh-huh. És akkor már született gyakorlatilag az a Katolca Patica mesés CD, majd megmutatom. És most megmutatnád mikről? Addig én majd azért megkérdezem tőle, mivel hogy Temérdek költeményt írt a 2-3 verses kötetében, rengeteg novellát, és folyamatosan publikál a Klárisban, meg a művészeti folyóiratokban Pesten, tehát már több éve folyamatosan, és ezek ilyen havi megjelentírások. Mikor jelent meg ez a CD, Tibor? 2020 novemberében. Nagyon aranyos, hogyha valakinek unokája, dédunokája van, mindenképpen javaslom, mert tényleg aranyos kis versek vannak rajta. 10 történet van rajta, főleg állatokról, és ilyen jó 28 perc. Gyakorlatilag ilyen 4-10 éves gyerekeknek szoktam úgy ajánlani, de ez, szóval ez nem ilyen kis babbóca, meg ilyen pentyem, hanem én volt olyan, aki volt olyan felnőtt, aki ugyanúgy megvette, és azt mondta, hogy ő még nem nőtt föl. De jó. Igen, és melyik a kedvenced belőle? Tudnál választani, Tibor? Talán úgy gondolom, hogy a tündérmese az pont nem egy állatos. Úgy gondolom, hogy az különleges, egy tündérről megy, aki megy gyakorlatilag. Egy egész napjáról szól, hogy megy mindenfelé, és ilyen mesei elemeket beleszövök, és az egyébként ad vele a tündérmesével még egy ilyen mécs pályázaton, még harmadik lettem, még 17-ben. Gratulálom! Köszönöm. Ezt nem írtad le. Nem. Így is sok szerintem, leírtam. Hozzá lehet jutni majd a végén? A tündérmesékhez, meg a tündérnek az egy napjához, amit tartalmaz ez a CD? Hát végül is ez, nem tudom, hogy tudjuk lehallgatni, vagy hogy gondolod. Hát úgy, hogy hoztál többet belőle? Hármat hoztam most. Jó. Tibor, lassan, nem tudom, hogy ha úgy érzed, hogy nem tudnál választani a verseid közül, de most mégis csúnya leszek. Ja, én szeretném... Én mindenképpen szeretném, hogyha a legkedvesebb versedet kiválasztanád. Tudsz-e választani? Melyik a legkedvesebb? De mehetünk sorrendben vissza, ha már olimpiáról beszéltünk. Visszafelé számolva, melyik a harmadik? Talán egy ilyen arszpoétika, ami a legjobban bemutat engem. Én úgy gondolom ezt úgy. Ez így mégis. Ez úgy az utolsó percben úgy gondoltam, hogy ez is beleférne. Szájpróbálgató. Miért tör bárki pálcát a fejem felett? Külső behatások formálják jellemem. Impulzusok faragják a lelkem. Tanítanak, tavaszi hajtásként hajtok. Idővel kérgesedik stílusom. Stabil középút kifizetődő számomra. Próbálgatom a szárnyaim. Emberöltönyi létem emlék az utókornak. Nem én vagyok az Isten. Agyam bőrbe csomagolt gépezet. Elmém falai közé rekedt gondolataim. Miért játszom macska egérharcot önmagammal? Hol találom a siker ajtajának kulcsát? Ki vagyok valójában? Csont és vér a testem halmazában. Könnyem az érzés mérlegén túlcsa. Górcső alá veszem a hitem. Hány évig bimbózik még újra és újra tudatom? Megbecsülés szeretnék. Nem adják ingyen, tudom. Harcra születtem. A kudarcok jó irányba terelnek. Mielőtt győztem, előtte sokszor elbuktam. Könyöradományra nincs szükségem. Csak próbálgatom a szárnyaim. Napról napra
erősebb vagyok. Ez tényleg egy arcpoétika. Ez fantasztikus, amit leírtál, és tényleg ez vagy te. Én, hogy egy, mivel éreztük a Tibornak a versén, hogy egy az egyben beleírta szinte az önéletrajzát is ebbe az egyversbe, fantasztikus, és a jövő céljairól még a kérdést azt még hagyjuk, mert még két verset szeretném, ha elmondanál a kötetedből. És hogy mennyire mélyen szántó gondolatai vannak, ugye említettem volt, hogy ahogy a víz lapját az előbb hozta, ő október 6-áról is írt verset, és nagyon tetszik nekem, aminek az a címe, amit majd utánad szeretnék, ha van rá lehetőség elmondani. Jó, jó? Jó, köszönöm. Ez egy őszi versem. Fogadják sok szeretettel. Az őszen élő billentyűi, szél motoz az álomintás ablakon, őszillat ágak közt átfúj, rétről lerántja ködleplét a csend, természet vállára szólt gajak, hajnali harmatot gyűjt az ősz, múlt kavicsai a varágyon, elsárgult percek levele, táj keretéről a színek lefolynak, létfülébe suttog a szél, ősz lehelete hűs kabát, magány az elmúlás fűszálát kitépi, idő ecsete múlt vásznán táncol, napok ingére sárgombot var az ősz. Szeretnél hozzáfűzni valamit? Hát nem tudom, úgy érzem, hogy ez úgy lüktet ez az egész vers, és ugye ez egy gondolat tulajdonképpen egy, aminek a végén van csak pont, és közte a sorok végén veszők. Úgy gondolom, hogy talán ez mutatja meg legjobban, hogy milyen aforiszmáim vannak, és metaforáim, amiket amiben úgy gondolom, hogy nem igen tudnak így mások írni, kifejezni magukat. És a pont végén a gomb. Igen. Tizenhárom lehullott lélekszírom. Vérpadon a becsület. 13 szív hiába dobogja igazát. Érzéketlen hóhér a dolgát teszi. Ítélet pallosa végül lesújt. Halálharamiái az évbolton köröznek. Halottitor a gyász vacsorája. Szoros kötél a nyakon bűn cinkosa. Golyó a koponyába hatol, álmokat örökre méretemet. 13 kenyérkereső férfi élete véget ért. Özvegy anyák fájdalmuk sírjába ejtik a könnyük, félárva utódok lázasan keresik apjuk, örök gyermek mosoly lekonyul. 13 csillag az égen, már a mennybe költözött az aradi vértanok lelke. Jó legyen egy szerelmes úgy is tavaszon. Átcsorogtál szívem kulcsikán. Leudvarolom ajkadról a mosolyod. Csend fájt lábad csomagolom, édes hangod. Szívem fiókjába rejtem a szíved. Átöleli testem, habkönnyű lelked. Csókot himzek arcod terítőjére. Örömkönyv tölteli a szemed medre.
fogva tartja testem varázsod lánca, benne vált tüzes ritus tánca. Kihújt lábnyomodban emlék vagyok, meleg karjaid közt elolvadok. Felöltöztetsz a jókedved ruhájával, kiszínezett szürke napjaim, becéző szavaiddal. Nagyon boldog vagyok, hogy a végén a sok-sok szerelmes verset közül egyet azért elmondtál, és ennek boldog, tényleg boldogság. Ugye érzik önök is, hogy Tibor a történelemtől, a mindennapi életig, a szerelmes verseitől, a gyermek versekig, énekekig szinte minden magába foglal. Egy fantasztikus író-költő ül most itt előttünk, tisztelleg becsület Tibor, fantasztikus a munkásságod, és én már csak azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mik a terveid a jövőre nézve, melyek a céljaid, mert hogy hatalmas versenyszellem és akarat van benned, ez úgy letaglózott. Mik a terveid a jövőre nézve? Ugye most márciusban 22-én jelent meg az a Költészet oltáránál című kötetem. Ezt szeretném minél több helyen népszerűsíteni, és a költészet kavicsos járatlan ösvényein tovább haladni. Köszönöm, hogy elmondtad. Én csak röviden egy-két címet mondanék belőle. Tehát az évszakok lélekszíneiről, a szívbombonig, a pajzs a hazaszívén, a gyökereimig, tehát a megújulás, a pipacsok, arcomra csordul az ősz, a télcsókja, ébredő május, most jön, jelenbe csend nyár, őszi dal, tél, őszi levelek, nyárra szabott ruha. Tehát olyan fantasztikus versei vannak ebben a kötetben, hogy akit érdekel, az hozzá tud jutni. Hát az igazság, hogy... Látom, hogy tiltakoztam. Hogy megbeszéljük majd, de ugye a Lélekvogány című kötetem volt gyakorlatilag a főszereplő. Tehát most per pillanat abból nem hoztam, csak ebből és a mesés céljából. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Ha bármi kérdésük van Tiborhoz, feltehetik, ugye? Igen, természetesen. Van-e valamilyen kérdése valakinek a Tiborhoz, bármi, akár a költészete, vagy az olimpikonja érdemei kapcsán? Nincs? Akkor köszönjük szépen, Tibor, és a végén fogunk sorsolni egy könyvet, mindenki kapott egy tombolát, ha valakinek nincs, az most szóljon, és előtte még a csodálatos művészeinktől hallunk egy vagy kettő dal. A bánkódás következik.